Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunk témája a kismamáknak javasolt torna, saját maguk és magzatuk védelme egészsége érdekében. Vendégem Szabó Krisztina gyógytornász, köszöntöm a stúdióban. Köszöntelek, üdvözlöm a nézőket. Hogyan néz ki egy kismama torna konkrétan, milyen gyakorlatok vannak? A kismama tornát úgy kell elképzelni, amit különböző testhelyzetekben végzünk. Megtanuljuk a helyes testtartást, hogy különböző élethelyzetekben, például egy boltban sorban állva, hogyan tartsuk a testünket, és ténylegesen használjuk az izmainkat. A kismama tornát állva, fekvő helyzetben, hanyat fekve, oldalt fekve, illetve a terhesség elején hasonfekve is végzünk feladatokat, valamint négykézláb helyzetben tanulunk egyensúly feladatokat. Hanyat fekvő helyzetben megtanuljuk a vénás tornát, mely a későbbi lábdagadás megelőzését szolgálja. Hanyat fekvő helyzetben végzünk medence erősítő feladatokat, illetve combizom erősítő gyakorlatokat, mely megelőzheti a későbbi tért fájdalmakat, és szintén a lábdagadás megelőzését szolgálja. Végzünk egy kis felső végtag gyakorlatot, illetve mellizom gyakorlatokat. Oldalt fekvő helyzetben szintén erősítjük a medence körüli izomzatot, átmozgatjuk az egész gerincet, vállizületet, illetve előkerülnek az egyensúly gyakorlatok. Hasonfekvő helyzetben, amikor még a kismamának nagyon pici a pocakja, akkor erősítjük a hátizmokat, melyel megelőzzük a későbbi hátfájást, derékfájást, valamint ugyanúgy végzünk lábgyakorlatokat, fenékgyakorlatokat. A négykézláb helyzet célja, itt kombinált gyakorlatokat végzünk, összekötjük az egyensúly feladatokat a hátizom erősítéssel. Valamint a kismama torna során fekvő, illetve álló-ülő helyzetben megtanuljuk az intim tornát, megerősítjük a gátizmokat, melynek fontos célja, hogy megelőzzük a későbbi vizelet csepegési panaszok kialakulását, valamint tanulunk relaxációt, illetve megtanuljuk a különböző légzéstechnikákat, ami magát a vajudás folyamatát, illetve a szülést könnyíti meg. Hasonlít a valamelyik sportra, például a pilatesre, vagy egy könnyedebb jogára? A kismama torna nem hasonlítható össze semmilyen sporttal. Felépítésében, illetve a gyakorlatanyagában, illetve a kivitelezésben különbözik. Másképp használjuk a légzést, más gyakorlatokra fektetünk nagyobb hangsúlyt, illetve kiemelném, hogy a torna intenzitása nem nagyfokú. Melyik hónapban érdemes elkezdeni? Említetted ugye, hogy amikor a kismamának még pici a pocakja, javasolta esetleg már akkor elkezdeni, amikor kiderül a terhesség? A kismama tornát azt a 12. héttől, azaz a 3. hónap után szabad csak elkezdeni, és mindenképpen orvosi ellenőrzés után. Tehát az orvos javasolja, akkor lehet elkezdeni, előtte semmiképp. És mi a helyzet a veszélyeztetett terhesekkel? Nekik szabad-e végezni ezeket a mozgásokat? A veszélyeztetett terhesek, ők nem tornázhatnak, semmilyen mozgást nem végezhetnek. Itt mindenképp az orvos fogja meghatározni, hogy egyáltalán a hétköznapi mozgásokban mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Az állapotoktól függ. Valamilyen orvosi feltétele van-e annak, hogy kik végezhetik és kik nem, emellett, hogy veszélyeztetett terhesek egyáltalán nem, többiekre van-e valami ilyen kritérium? A veszélyeztetett terhesek, ők nem tornázhatnak, egyáltalán semmilyen erőlködést nem végezhetnek, ami a torna során előfordul. Az egészséges kismamák, ők is kizárólag a 12. hét után, 3 hónap után kezdhetik el a mozgást. Járnak ellenőrzésekre, szűrővizsgálatukra, ugye a szülésznőgyógyász szakorvoshoz, és ő fogja engedélyezni a tornát. Hogyha terhességgel minden rendben van, nincsen semmilyen elváltozás, ami veszélyeztetni a kismamát vagy a babát, akkor elkezdhető a mozgás. Abban az esetben is, hogyha esetleg semmilyen sportos előélete nincsen a kismamának, akkor is javasolt ez a torna? Természetesen, őket külön kiemelném, akik terhesség előtt semmilyen mozgást nem végeztek, neki kimondottan javasolt a kismama torna, mert maga a torna az alapoktól kezdi az izomerősítést, illetve a mozgást, és betartva a fokozatosság elvét kísérjük végig a kismamát a terhessége végéig. És mi a helyzet abban az esetben, amikor a kismama intenzíven sportolt előtte is? Ő mikor hagyja fel ezzel a nagy intenzitású sporttal, és mikor váltson egy ilyen könnyedebb kismama tornára? Sportoló kismamákkal
kapcsolatban. Elvileg ők 12 hétig nem sportolhatnak. Tehát ott is fontos, hogy ha tervezett terhességről van szó, hogy orvos határozza meg, hogy mikor folytathatja a mozgást. A sportot nem kell teljes mértékben abba hagyni, viszont intenzitásában nagy mértékben, az intenzitás mértékét nagy mértékben csökkenteni kell. Vannak bizonyos feladatok, amiket nem is végezhet a kismama, viszont egy erősítő, átmozgató jellegű tornát végezhet. Például, hogyha egy kismama korábban kerékpározott, esetleg aerobikra járt, azt nyugodtan folytathatja. Viszont a terhesség későbbi időszakában, amikor már megnövekedik a pocak mérete, akkor ezeket azért el kell hagyni, és át lehet térni a kismama tornára. Ami mindenképp tilos a kismamáknak, a rázkodással, ütközéssel, erőlködéssel járó mozgásformák. Tehát például akkor egy futást is inkább hagyjon abba az ember. Mindenképpen. Egy-egy sportág során viszont, ha túlhajtja magát a kismama, az milyen veszélyekkel van a magzatra nézve? A kismamának semmi szempontból nem szabad túlhajtania magát. Terhesség alatt nem szabad fontosnak lenni, hogy állóképességünket, erőnket fejlesszük. Itt mindenképpen a babánkra kell koncentrálni, mert egy erőteljesebb edzés során akár el is veszíthetjük a babánkat. A terhesség későbbi szakaszában pedig esetleg beindíthatja a szülést? Pontosan, beindíthatja a szülést. Kicsit menjünk bele még bővebben a torna fontosságába, hogy mennyire segít a súlygyarapodás megelőzésében, vagy az esetlegesen plusz kilók leadásában? A súlygyarapodást meg tudjuk előzni, illetve meg tudjuk akadályozni a további súlygyarapodást a tornával. Ez szükséges a táplálkozásunkra is nagy mértékben odafigyelni, anélkül nem sikerülhet a súlygyarapodást megelőzni. Ehhez akár dietetikus tanácsát is kikérhetjük, sőt, szükséges is kikérni. Visszatérve még a gyakorlatokra, egy kicsit, hogyha szemléltetnéd, hogy konkrétan milyen izmokat erősít meg, amellett, hogy jótékony hatásai vannak a fizikai jelenlétre. Állóhelyzetben megtanuljuk a helyes testtartást, hogyan feszítsük hasizmunkat, hátizmunkat, hogyan húzzuk ki magunkat, milyen izmainkat használjuk, és ezeket hogyan használjuk a hétköznapi helyzetekben. Például egy bevásárlás során hogyan hajoljunk le, hogyan üljünk be a kocsiba, hogyan álljunk, és ezeket ténylegesen használjuk is. Tehát ne csak a kismama tornán tanuljuk meg, hanem tényleg használjuk a hétköznapokban. Állóhelyzetben a gerinctorna során megerősítjük a hátizmokat, ami azért fontos, mert a terhesség előre haladtával a pocak mérete megnő, és az ágyéki gerincszakaszunkat húzza előre, és hogyha gyenge hátizomzatunk, akkor sokkal hamarabb kialakul a hátfájás. Mi a helyzet abban az esetben, ha a kismama nem bírja fizikailag ezt a tornát? Van esetleg könnyített, haladó, nehezített verzió, vagy csak egyfajta van? Van kezdő, középhaladó, illetve haladó kismama torna. Bár a kismama tornához bármikor csatlakozhatnak a kismamák, a kezdő kismamák könnyítettebb feladatokat kapnak, illetve a gyakorlatokat kevesebb ismétlésszámmal végzik. Vannak esetleg nyújtások a gyakorlat során? Nyújtásokat nem végzünk a kismama torna során, kivéve a vállizmokat, nyakizmokat szoktuk nyújtani. Miért nincsenek nyújtások? Esetleg ez zavarja a hormontermelést, vagy a hormonrendszert? A terhesség során termelődnek bizonyos hormonok, amik fellazítják a szallagrendszerünket, és ezek sérülékenyé válnak. Ezért a nyújtásokat kerüljük, illetve sok nyújtást nem is végzünk. Milyen eszközöket lehet használni a kismama torna során? A kismama torna során szoktunk használni fitballlabdát, szallagot, illetve botot, és különböző az egyensúlyfejlesztéshez egyenetlen felszínű eszközöket, például egy dinárt, vagy ugyanúgy egy fitballlabdát. Miért hasznosak ezek? Esetleg feldobják a tornának a menetét? A különböző eszközök színesítik a tornát, valamint nehezítik is a feladatokat. Például egy egyensúlygyakorlat során használok fitballlabdát, illetve egyensúlyozó korongot, ami megnehezíti az azon való mozgást. A kismamáknál fontos az egyensúlyfejlesztés. Terhesség előre haladtával a pocak
mérete megnövekedik, súlypontunk előre helyeződik, a kismama úgy érzi fújton, hogy előre akar esni, és ez megnövelheti az elesések kockázatát. És az egyensúly feladatokkal ezt szeretnénk csökkenteni, illetve megelőzni. Miben segít még a torna esetleg a lelki részre, hogyha rátérünk egy kicsit? A kismamák sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek, fittebbnek érzik magukat, nem lesznek annyira fáradékonyak, illetve a későbbi hátfájdalmakat, derékfájdalmakat akár el is lehet kerülni. És akkor a mozgásokat végezve segíti-e véglegesen a szülést a kismama torna? Igen, segíti a szülést. A mozgásprogram során megerősítjük az izmokat, illetve már a meglévő izomerőt megtartjuk. Egy sokkal jobb kondícióban kerül a kismama a szülésre, és maga a szülés folyamata sokkal könnyebb lesz. Jobban fogja megélni, nem lesz olyan nehéz, nem fog olyan hamar elfáradni a szülés során. És meddig járhat, vagy meddig kell járnia? Egészen a 9 hónapig? Igen, járhatnak egészen a terhesség végéig, orvosilag engedélyezett. Itt már a kismama fogja eldönteni, hogy mennyire fáradékony, mert azért a terhesség végére már igencsak fáradékonyak. Ezeket a tornákat mindig szakemberek tartják? Igen, mindenképpen. Gyógytornászok? Leggyakrabban gyógytornászok végzik ezeket a kismama tornákat, de bizonyos mozgásstúdiókban tartanak edzők is kismama tornát, de külön végzettségük van, tehát ők is tarthatnak. És milyen divatja van ennek a sportnak, úgymond a kismama tornák? Tehát, hogy igenis felkeresik a fitness termeket, gyógytornászokat a kismamák, vagy szeretik inkább ezt a 9 hónapot békében, nyugiban tölteni otthon esetleg egy kanapén? Mik a tapasztalatok? A legtöbb kismama szereti felkeresni ezeket a helyeket, ahol van kismama torna, akár fitness termeket, vagy bizonyos mozgásstúdiókat, ahol van. Ami a legfontosabb, hogy mindenképp olyan mozgást kezdjen el a kismama, ami nekik szól, mozgásprogram. Tehát semmiképp ne egy aerobikra menjenek el, hanem mindenképpen kismama tornára. Most ez lehet gyógytornász segítségével tartott gyógytorna, akár egy mozgásstúdióban, egy edző segítségével, aki foglalkozik kismamákkal. És fontos gondolom, hogy a szülés után is megtartsa a kismama ezt a kondíciót. Erre milyen mozgások javasoltak, vagy léteznek? Szülés után is van mozgásprogram, ami kimondottan születés után szól már az anyukáknak, ami meggyorsítja az ő regenerációjukat. Gyorsabban felépülnek, hamarabb megerősödnek. Akár egy császármetszés után, mint természetes szülés után ezeket lehet végezni? Igen, lehet végezni. Majd császármetszés után azért a heg miatt van egy bizonyos idő, amíg a hasizom gyakorlatokat nem végezzük. Körülbelül 6-8 hét után kezdhetjük el fokozatosság elvét betartva. És itt a kerületben hová várják a kismamákat, hol lehet ilyen tornát végezni? Itt a kerületben sok szeretettel várjuk a kismamákat a Liget Mozgásterápiás Centrumba, ahol tudnak tornázni, gyógytornász vezetésével. Köszönjük szépen, hát reméljük, hogy nagyon sok kismama figyelte ezt az adást, és elmegy hozzátok. Én köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újabb témával várjuk Önöket, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!